Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez az Ek vagyok a kabinból. Nem tudom, nekem ez annyira tetszik. Az előző részben arról beszéltem, hogy milyen gondokba ütköztünk, illetve milyen problémák merültek föl az albérletben. Ugye kaptunk új lakókat, és hát azok közül az egyik az nem igazán tudta betartani, vagy nem tudtam, mi az a együttélés, vagy hogyan kell ez emberekhez viszonyulni. Úgyhogy ennek apropójaként elkezdtünk ugye Verával albérletet keresni. Ugye akkor egy pár hete Angliában voltunk, beszélgettünk emberekkel, próbáltunk információkat gyűjteni, és ugye mondták egy jó páran, hogy hát itt lehet persze albérletet találni. Mindenki általában ezt csinálja, hogy először kijön valami ügynökség által, az ügynökség ugye elhelyezi, és akkor utána mindenki nézeget magának, ugye ki mennyi idő után egy megfelelő albérletet. Mert hát ugye, valljuk őszintén, ez a közös lakás, ez egy jó dolog, mert olcsó. Nem olcsó. Nekünk nagyon komoly pénzösszeget ki kellett fizetnünk, mert ugye az ügynökség ugye úgy számolja, hogy per fő, per hét. Az, hogy mi ketten voltunk egy szobában, attól az nem volt olcsó. Fizettünk ugye 65 fontot hetente per fő. Tehát ketten fizettünk 130 fontot egy héten a szobáért. Jó, ami benne volt ugye a rezsi, a víz, villany, meg az internet, ugye a wifi. De hát ugye az két hétre volt 260 font, ugye egy hónapra az 520 font volt. És azért 520 font, így megtudtuk, hogy azért az elég komoly összeg, amikor már lakást is lehet bérelni, akár mondjuk ilyen 350-400-500 fontért. Egy komplett házat, ami csak a miénk, nem kell megosztani senkivel. Szóval elkezdtünk albérletet nézegetni. Az albérlet is egyébként nagyon nagy részben úgy működik, mint a munka, hogy az ember bemegy egy ügynökséghez, és akkor megmondja, napot kívánok, én egy házat szeretnék bérelni, ennyi pénzem van rá, ilyen paraméternek kéne megfelelni, és akkor ezt valahogy hozzuk össze. És ezt a ügynökségnek ugye vannak egy albérletei, meg kiadó lakásai listája, és akkor ez ebből lehet válogatni. Általában a főbérlők sem szeretik nagyon így kiadni face-to-face, mert ugye, hogyha valami gond van, akkor az ügynökséghez lehet menni részünkről is, illetve a főbérlő részéről is. Tehát mondhatja a főbérlő, hogy hát az agency, vagyis az ügynökség keresztül adta ki, hát ügynökséggel kell beszélni, és akkor tehát az ügynökség ez egy ilyen elég jó, ilyen bevált dolog itt Angliában. Tehát ez a tapasztalatunk. Tehát nagyon sok lakáskiadó ügynökség van. Lényeg, hogy ugye próbáltunk mi nagyon-nagyon alacsony költségvetésből gazdálkodni, tehát próbáltunk minél olcsóbb lakást találni, és találtunk is olyan ügynökséget, amelyik ilyen nagyon olcsó lakásokat ad ki. Mondom, de jó, hát akkor nem tudtuk még, hogy a Facebook csoportok, meg Facebook Marketplace, meg ilyesmi, hanem a Gumtree-t használtam annak idején. Az volt egy olyan oldal, ahol így mindent lehetett találni, és ügynökségek is hirdettek ott. Csak ugye értelemszerűen felmentük az ügynökség honlapjára, láttuk, hogy több alacsonyabb árkategóriájú lakásuk van kiadó. Ilyen úgy voltunk berába, hogy ha ugyanennyit fizetünk, mint most, de csak a miénk a ház, akkor már előrébb vagyunk. Vagy esetleg kicsit nagyobb, mert ugye a szoba is olyan picike volt, hogy az éppen hogy elfértünk benne. Szóval beszéltünk ebben az agency-vel. Azt hiszem, talán e-mailen keresztül egyeztetünk időpontot, hogy mikorra tudunk oda menni, és akkor meg tudják mutatni a lakásokat, vagy legalábbis a listájukat. Úgyhogy oda mentünk a megadott időpontra, úgy ott be kell regisztrálni magunkat, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, fizetőképesek vagyunk-e, tehát kell egy igazolás ugye a munkaviszonyról, az ugye megvolt, illetve szinte majdnem mindegyik ügynökség kér, ha volt itteni história az embernek, tehát hogy az előző főbérlőtől, vagy az előző ügynökségtől egy ilyen ajánlást, hogy tényleg minden rendben volt velem, nem azért keresek én lakást, mert ki lettem dobva a házból, mert éppen fölgyújtottam a függönyt, vagy ilyesmi. Tehát szoktak kérni ilyet. Az ügynökség nem kért érdekes módon tőlünk. Látták ugye, hogy van a bankszámlánkon pénz, tehát meg van munkaszerződésünk, tehát folyamatosan tudunk majd fizetni.
És mondták, hogy jó, rendben, van mondjuk most egy hirtelen, amit azonnal költözhető mondjuk, és megfelel a mi elvárásainak, paramétereknek, amit mi megadtunk. Volt mondjuk 3 lakás. Mondom, jó, hát akkor hogy lehet ezeket megnézni? Hogy nem sokára vissza fog jönni az ő emberük, az ügynökségnek a sofőrje, vagy embere tulajdonképpen, és majd ő elvisz minket a címekre, és akkor ott meg tudjuk nézni a lakásokat, amelyik szimpatikus, és esetleg akkor mondjuk, hogy mi ezt kivennénk, és akkor visszamegyünk az irodába, és ott megoldjuk a papírmunkát, és beköltözhetünk a lakásba a megadott feltételekkel, a megadott időpontban. Ez így is történt, vártunk ott egy 5-10-15 percet, beszélgettünk ott Verával, nézegettük ott a lehetőségeket, mik vannak, még esetleg kicsit drágábban. Volt, hogy nagyon olcsó volt, de az nagyon picike volt, nagyon kiesett, és hogy, tehát volt nekünk egy ilyen elképzelésünk, hogy mit szeretnénk kivenni. És megjön a emberünk, egy középkorú, vagy talán kicsit idősebb hölgy volt. Bejött ugye az irodába, ott irodában mondták neki, hogy mi várunk itt arra, hogy mutasson házakat, mondták, hogy ezt meg ezt mutassa meg nekünk. Mondta, jó, hát semmi gond, akkor menjünk. Mondom, hogy megyünk, mert nekünk van autónk, kövessük őt, vagy üljünk be hozzá, vagy mi legyen, nem, menjünk, üljünk be hozzá. Ugye abban az időben nem volt még ez a maszkozás, meg fertőtlenítés, meg Covid, meg nem tudom milyen hülyeskedés, hanem egyszerűen beütünk a kocsiba, és elmentünk a első címre. Volt nála egy ilyen kis dossziészerűség, kinyitja, kiválaszza a, nem tudom én, a 10 vagy 15 vagy 20 darab kulcsfő volt így akasztva ilyen kis kampókra ebbe a dossziéba, leakasztva mondjuk a 22-es, most csak mondtam valamit, vagy a 8-as, teljesen mindegy. És odaadja nekünk, hogy hát itt a lakás, akkor menjünk be, nézzünk körül. Hát mondom, jó, hát tulajdonképpen nekem nem nagyon szükségem van rá, hát most ne, minek nem eladni akarja házat, nem mutatja meg, hogy ez a fürdőszoba, az a WC, az az emeleti háló, menjünk be, azt nézzünk körül. Mindenesetre furcsa volt. Bementünk, az első ház az... most nem is tudom, azt hiszem talán ott volt az, hogy... így nem volt szimpatikus, mert nagyon furcsa elosztása volt a lakásnak, meg eléggé koszos is volt. Ja, ugye nekünk ugye alapkövetelmény volt, hogy bútorozott lakás kell. Tehát legyenek benne szekrény, ágy, kanapé, meg ilyesmi. Tehát most nem tévéről, meg mikróról, meg mosógépről beszélek, hanem egyáltalán bútorok. Hát ebben volt valami, de nagyon lelakott volt az egész lakás. Nem volt szimpatikus, mondtuk, hogy jó, ez nekünk nem szimpatikus, menjünk máshova. Jó, rendben. Elmegyünk a következő lakásra. Megint így a kis dossziéját, előveszi a, nem tudom, mondjuk a 9-es kulcsot. Odaadja, ugye már gondoltuk, hogy nem fog bejönni. Erre kiszáll a kocsiba és jön. Mondom, furcsátan mondom, mert most múltkor előbb beküldött, most miért jön be velünk? Hát kiderült azért, mert hogy itt Angliában abban az időben, nem tudom, hogy van-e még most is egyébként, vagy megszűnt már, a lényeg, hogy abban az időben volt rengeteg olyan ház, ahol ilyen feltöltőkártyás elektromosság volt. Tehát azt jelenti, hogy az emberek van egy ilyen kis mágnes kártyája, azt valahogy online rá lehet tölteni mondjuk 5-10-15-20-50 font, amit akar az ember, és amikor bemész a lakásba, mint a szállodai szobákba tulajdonképpen, az hasonló rendszer, bedugod a kis helyére ezt a kártyát, és akkor onnantól van áram a lakásban. És akkor mondta a hölgy, hogy mivel most nincs föltöltve a kártya, amit mi kapnánk, ezért neki van egy ilyen reprezentációs kártyája, tehát föl tudja nekünk kapcsolni a villanyt, és akkor meg tudjuk nézni. És akkor bejött a hölgy, bedugta a kártyáját, és akkor egyszerűen nem akart világosság lenni. Ugye ez tél volt, tehát nagyon korán sötétedett, tehát nem nagyon volt már világos a lakásban. Az első lakás még talán meg tudtuk így aránylag nappali fénynél nézni, vagy legalábbis csak enyhe szürkületnél, de második már sötét volt, nem nagyon láttunk semmit. És akkor dugdosott a kártyát, és akkor így hát nem nagyon működött a dolog, hogy valami nem volt jó a kártyával, akkor telefonálgatott, akkor lehet, hogy le volt merülve, tehát lefogyott róla a pénz, vagy éppen az óra nem működött. Szóval ilyenkor nem nagyon sikerült rájönni a dologra. És akkor ugye telefonálgatott, és ugye jó 5 percet ott álltunk a szoba közepén, vártuk, hogy legyen valami, mert sötétben nem tudok végignézni a lakáson. Majd egyszer csak lőn világosság. Nem tudom, hogy oldották meg, hogy rátettek gyorsan pénzt, és beaktiválták a dolgot, vagy mi történt. Lényeg az, hogy lett világosság, hogy körül tudtunk nézni.
a lakásba nem akarok hazudni, talán az egyik szobában volt egy darab ágy. Slussz. Semmi más. És így megyünk, ugye egyébként a nappaliba, tehát ugye bementünk a lakásba, és akkor ugye az előszobába álltunk, az előszobában nem volt semmi. Egy ilyen beépített szekrény volt, és kész. Hát nem tudtuk a lakás többi részében mi van. Majd amikor fölkapcsolódott a villany, akkor bementünk, és így nem volt semmi. Tehát se egy kanapé, a konyhabútor, ugye a konyhapult az volt, meg volt egy sütő, de azon kívül így nagyon semmi. Talán a hálószobában volt még egy ilyen gardróbszoba, mint ami egyébként szokás itt Angliában egyik hálószobában szokott lenni gardróbszoba, meg egy darab ágy. De az ágy is olyan volt, hogy ilyen, nem tudom, 1960-as évekből itt maradt, aztán valahonnan kikukaszták és berakták ide. És akkor mondjuk neki, hogy hát jó, rendben, köszönjük szépen, nekünk bútorozott kell, úgyhogy ez kiesik. Jó, semmi gond, akkor menjünk el a harmadik helyre. Hát akkor már kezdtünk egy kicsikét így tartani ettől, hogy nem is lesz ez a lakás, ez albérlet vadászat annyira egyszerű. Lényeg, hogy elmegyünk a harmadik helyre, megint dosszié, kulcs, nem tudom hányas szám odaadja, megint menjünk be. Mondom, itt nem kell dugdosni meg a kártyát? Nem, itt ez van rendes villanyóra, tehát van, tudunk, lesz majd világítás. Jó, rendben, kinyitjuk az ajtót, bemegyünk, kapcsolgatom a villanyt, semmi. Bebotorkálok egy másik villanykapcsolóhoz, ott, amennyire az utcai lámpák beszűrődtek, annyit láttam. Kapcsolgatom másikat, semmi. Kimegyek, mondom neki, mondom, hogy nincs villany. Hát az embert lennie kell. Most jöttem ki, mondom, nincs villany. De lennie kell. Hát azóta ezt megtanultuk, ez az angol okos mindenkinek minden jobban tud. Mondom neki, nincs villany. No. No power, no lighting, no nothing. Nincs semmi. Ott vagyok, láttad, bementem, 11 méterre voltam tőled, nincs villany. Hát ő ezt nem érti, akkor bejön, megnézi. A telefonjával elkezdett világítgatni, nézegett, hogy a biztosíték ment tönkre, vagy az kapcsolód le, vagy mi van. Lényeg realizált, hogy tényleg nincs áram, nem én egyszerűen vagyok, én vagyok hülye, hanem tényleg nincs áram. Hát sajnálja, most nem tudom ebben most mit csinálni, tehát most a biztosítékok elvileg föl vannak kapcsolva, meg nem nagyon ért hozzá ehhez. De ne aggódjon, mert ha szimpatikus a lakás, akkor megoldják az áramot. És így egymásra tudunk berálva. Hát de mondom, hogy legyen szimpatikus a lakás, bazd meg, amikor nem látjuk. Tök sötét van, este van már. Úgyhogy jó, hát most ezeken túltettük magunkat. Egyébként ezek ilyen teljesen ledöbbentő számok számomra, meg szerintem Vera számára azok voltak. Ez a nem törődömség, és akkor majd megoldjuk valami, lesz valami. Hát ember, hát ki akarod adni a lakást, akkor azért tegyél valamit, vasajagjál, vagy valami, vagy segítsél, de nem. Egyáltalán nem foglalkozott vele. Na jó van. Bekapcsoltuk a Verával a telefonon a lámpákat. Hát most ugye mindenki használt már ilyen elemlámpát, vagy elemlámpaként telefont, hát az nem nagy fény. Mindegy, körülnéztünk így a lakásba. Bementünk az első ilyen nagyobb szobába. Hát a bútorozott itt ebben az esetben azt jelentette, hogy mert körülnéztünk a lakásban, tehát ugye bementünk az első helyiségbe, és az volt, hogy a szoba közepére össze volt tolva minden bútor. Tehát ott volt egy, nem tudom én, egy vagy két szekrény, akkor az ágy így föl volt élére, ugye a karfájára állítva, akkor nem tudom, volt egy ilyen dohányzóasztal betolva a sarokba, volt két ilyen szék egymásra, tehát így, tulajdonképpen, mint amikor szobafestéshez így összepakol a szobafestő, ugye a szoba közepére minden bútort. És így nem nagyon értettem, hogy ez most komoly, mondom, ez a bútorozott lakás. És akkor mondom, lehet, hogy ez csak ebben a szobában való bútorok. És akkor körmentünk még a lakásba, nem. Azt, amit ott láttunk abban az egy nagy szobában összetolva bútor, az volt mindenhova. A két hálószoba közül, én nem tudom, mert ott lent, hogy megnéztük utána, egy darab ágy volt. De mondom, itt van két hálószoba, ebben miért csak egy ágyat adnak? Ez egészen furcsa volt tulajdonképpen. Nem is nagyon értettem a szituációt. És ráadásul látszott, hogy a falak alja ilyen dohos penészes, tehát valószínűleg valamiért vizesedett. Nem tudjuk miért, de ilyen zöldes-barnás volt a fal alja, meg dokszag is volt. Ráadásul az ilyen nagyon forgalmas út mellett volt, ott zúgtak egyfolytában az autók. Na, hát ezt felejtsük el, mondom, ez nem jó. Úgyhogy befejeztük a nagy háztűznézőt, hogy így fogalmazzak. Viszont a hölgy, azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ez nekem nem jó. Hát most azt mondja, sajnálja, de most több jelen pillanatban ebben az árfekvésben, meg ilyen paraméterekkel nincs. És megjegyeztem, hogy hát rendben van, de mondom, azért ez nem bútorozott. De bútorozott, ott vannak benne bútorok. Mondom, ja, hát ha ez a bútorozott, akkor
nem tudom, mit kell mondani, milyen megnevezés, amit mi szeretnénk, de mi szeretnénk beköltözni, valahol tudok élni, lakni. Jó, mondjuk itt lehet, hogy szétpakoltam volna a bútorokat, akkor mondjuk lett volna két dohányzóasztal, egy kanapé, egy ágy, meg mondjuk két szék, de egyáltalán nem tűnt soknak az a bútor egy két szobás lakásnak. Arról beszélve, hogy azt hiszem talán még hűtőrem is volt. Úgyhogy megköszöntük ezt a közreműködést, visszamentünk az ügynökséghez, mondtuk, hogy hát nem találtunk, hogy megfelelőt, nem találtunk megfelelőnek egyiket se. A bent az irodában a hölgy azért kedvesebb volt, és akkor mondta, hogy jaj, ne haragudjuk, mert most ezek vannak, majd mindenféleképpen értesítenek e-mailen, vagy telefonon, vagy mit tudom én már hogy, hogyha majd lesz valami, és mondtuk, hogy jó, persze, köszönjük, várjuk az értesítést majd, hát el tudom képzelni, akkor többi lakás milyen lesz, hogyha ezt ilyennekkel foglalkoznak, vagy így intézik a dolgokat. Lényeg, hogy eljöttünk, és akkor elkezdtük vakarni a fejünket, hogy hát igen, akkor ez nem is lesz annyira egyszerű ez a lakásbérlés, mint gondoltuk. Mert ugye bent a raktár mondták az emberek, hogy jaj, itt nem pikpak lehet lakás bérelni, bemész a ügynökséghez, aztán kiveszed. Igen, hogy hasonlott, hogy mondjuk van rá mondjuk 800 fontot havonta, vagy 1000, és akkor tényleg kapsz egy tök fasz a házat valami jó, normális elfogadható helyen. Csak hát nekünk nem is volt az a büdzsénk, meg nem is akartunk ennyit elkölteni rá. És akkor elkezdtünk nézelődni, továbbra ment ugye hát leginkább a Gumtree-n nézegettem én a lakásokat, mert akkor még nem volt ez a Facebook Marketplace 2015-ben. Talán még nem is működött, tehát nem az, hogy nem használtuk, nem ismertük, nem is volt még egyáltalán. Lényeg, hogy Gumtree-n nézegetjük nap, mint nap ugye az új friss hirdetéseket, és egyszer csak szembe jött egy szimpatikusnak tűnő hirdetés. Ráírok az emberre, ugye nekem hátrányom volt, hogy én nem tudtam így azonnal följönni az embert, hogy figyelj már, érdekelne a lakás, még ott megnézni, nem, ugye nem akartam senkivel beszélni telefonon a nem túl magabiztos angol nyelvtudásom miatt. Tehát üzenetet küldtem neki a weboldalon keresztül, és akkor az vagy válaszoltak az emberek, vagy nem, hát rengeteg ember is foglalkozott vele, és sajnálkoztunk is, hogy fölad egy hirdetést, ráír valaki üzenetet, és nem válaszolt a üzenetre napokig, vagy esetleg aztán egyáltalán nem is válaszol. Mondom, hogy akarsz kiadni lakás vagy bármit. Szóval ráírtam az emberre, ez válaszolt, egy teljesen normális emberke volt, érdekelne a lakás, persze, még megvan, mikor lehetne megnézni, hát mondott időpontokat, és mondta, nem jó, mert mondjuk mi dolgozunk minden nap reggel 6-tól este 6-ig, tehát mondjuk csak mondjuk 3 napban tudnánk megnézni, akkor jön szabadnaposak. És mondja, hogy hát jó, lehet, de elég sok érdeklődő van a lakásra, úgyhogy nem tudja megígérni, hogy 3 nap múlva meg lesz. És akkor mondtam, hogy hát vannak rossz tapasztalataink abban a kapcsolatban, hogy sötétben nézzünk meg egy lakást, de hát nem tudok más csinálni jelen pillanatban. Addig dolgozunk, akkor utána el tudnánk menni megnézni. Ezt jó, rendben, akkor legyen, mikor érünk oda, mondom, legyen 6:30. Megadta a címet. Oda megyünk. Megérkezünk. Ugye mondta az ember, hogy nekem az kicsit így bántotta a csőrömet, vagy így nem volt nagyon jó előjel, hogy írta, hogy nincs parkolási lehetőség. És mondom, hogy nincs parkolási lehetőség, hát azért egy autó csak elfér már valahol, más nem az utcán. Hát mondom, nem baj, majd megoldjuk valahogy. És akkor oda megyünk, és ott mondja az ember, hogy hát itt a ház előtt meg lehet állni, de mivel ez ilyen engedélyköteles hely, ezért az önkormányzatba be kell menni, és akkor ott kérni kell egy engedélyt, hogy mi tálassunk egyfolytában, azt mondja, ez nem tudja mennyibe kerül, 10-20-30 font, nem sok, de ezt ki kell fizetni, és akkor itt lehet parkolni. Lényeg az, hogy egy nagyon szimpatikus úriember volt, beinvitált minket, és jött a ledöbbenés. De erről majd a következő részben fogok nektek beszélni. Remélem tetszett ez a videó is. Ha igen, akkor megköszönöm, hogy nyomsz egy lájkot, az egy nagyon jó visszajelzés nekem. Illetve nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen tedd meg, nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve nyomd meg a harangigonocskát is, hogy minden értesítést megkapj, ha új videót töltök föl. A következő részig pedig sziasztok!